Köszöntöm a Space Bridge nézőit, ebben a videóban a 86-os nagyfilmnek a főszereplőjét mutatom be nektek, Hot Rodot. De előtte nézzük a dobozát. Hát az elején egy klassz animált kép a karakterről, hogy megszoktuk a 86-os szériánál. Szám, ami jelzi, hogy ő a negyedik számú ebbe a szériába. Transformers The Movie felirat, Autobot Hot Rod, ha valakinek nem világos, hogy ő Autobot. Plusz 8-as, Hasbro, Transformers felirat, oldalán szintén a klassz animált kép, egy kicsit távolabbról, mondjuk majdnem egész alakos, hátulján, ugye 29 lépésből lehet őt átalakítani, kicsit több, mint a KP volt, azt hiszem az 21 volt, ugye egy kép a figuráról, magáról, illetve a jármű módjáról, hát annyi, hogy itt egy ilyen áttetszőbb ez az üveg, a dobozkép szerint. Szerencsére a figuránál nem ilyen, az inkább egy kékesebb, illetve itt egy kép a karakterről, hogy áll a hozzájáró háttér mögött, ugye ez tartalmazza a doboz, és itt az arcáról egy egész közeli kép. Akkor a figurához járt az átalakítási útmutató, illetve már az előbb említett klassz háttér, ami Unicron belsejét ábrázolja. És jól néz ki, ez már méretben is nagyobb, mint mondjuk ami Kápoz vagy Jazzhez vagy Blurhöz járt, de ugye ez azért is van, mert a figurának nagyobb a doboza. Na, de nyissuk is az űrhidat, és nézzük Hot Rodot. Magyar nevén pedig Nagy Ágyú. Kicsit lejjebb döntöm a kamerát, és itt is van. Hát wow! Hát lehet, hogy kicsit úgy tűnik, hogy elfogult vagyok a 86-os szériával, nézzétek el, de nem, egyszerűen nem vagyok elfogult, ez ennyire jól sikerült. Tehát az eddigi legjobb Hot Rod figura szerintem, amit kiadtak azokhoz a szériákhoz, amiket én gyűjtök, tehát most a Master replikákat ne vegyük alapul, mert azok baromi nagyok azok a figurák, és nagyon drágák. Tehát a klasszik szériához ez tökéletesen kompatibilis. Ugye szépen, igényesen ilyen kromhatásos kipufogói. Ez a kromhatás megvan itt a felnin is. Ugye Kápnál ezt elspórolták, de ő kapott egy kis felnit. Itt a hátsó keréknél már spóroltak a festékkel. Itt már a felni fekete. De mint ez a kipufogó a hát 70%-át legalább betakarja, de így nem nagyon látszik. Esetleg majd egy matrizás kittel. Szép nagy sárga színű hátsó spoiler, ami tényleg jól sikerült, tényleg visszaadja a 86-os nagy film belátható hátsó spoilert. Főszíne ez az a pirosas árnyalat. Hát igen, ez piros. És itt világos piros, de piros. Akkor apró kis színezés betétek, hogy ez a kis narancssárga. A motorja szintén igényesen van neki megcsinálva, legalábbis ami kilátszik a motorból, szintén ez a krómozott rész. Áttetsző kristálykék üveg, ugye szerencsére nem úgy, mint a dobozon. És ha megnézitek közelről, látjátok, hogy nem lehet rá azt mondani, hogy letisztult a felülete, hogy sima egyenletes, tehát itt is mindenféle apró barázda, rovátka látható. Hát esetleg ez a kis szürke rész itt, ez lehetett volna piros. Szemből ugye narancssárgásak a fényszórói, ez a mesében is így volt, legalábbis a képregényben biztos, tehát ezzel nem lehet vitatkozni, hogy miért nem kristályból csinálták. Talán esetlegesen, ha nagyon kötözködni akarunk, akkor a figurának a hátulja, ami nem sikerült úgy, hogy... De hát ez most őszintén szerintem senkit nem érdekel. Tehát a polcra az lehet, hogy így rakod le, lehet, hogy így rakod le, vagy így, de hátulról nem fogod. Tehát ezt senki nem nézegeti igazán hátulról. Az alja, hát árulkodik arról, hogy Transformer, de ez egy autónál annyira nem zavaró. Esetlegesen egy repülőnél már igen, ott már problémásabb lehet. És akkor nézzük azt, hogy mit adtak a figurához, mert ehhez bizony adtak nem kevés dolgot. Tehát olyan, mintha a doboza is azért lett volna ilyen nagy, mert kapta ezt a körfűrészt. Kapott egy
kipufogó effektet, valószínűleg, mint hogyha tényleg azért csináltak egy nagy dobozt, hogy minden elfér. Egy ilyen kékes láng effekt, még egy kékes láng effekt. Kapott egy Matrixot. Ilyen járt a Earthverse-os Optimushoz is ilyen Matrix. Hoppá. Mutatom hátulról is, itt van egy ilyen kis lyuk. Ez mondjuk egyébként azért is jó pofa, mert elméletileg bele lehet csatlakoztatni így egy másik, egy tűzefektet. Nem mondom, hogy annyira stabil, de ha így akarjátok beállítani, nem lehetetlen. Tehát kaptam a Matrixot. Kapott a Matrixhoz egy ilyen kék effektet, ami baromira jól néz ki. Ezt így lehet fölrakni, arra a lyukas részt eltakarva, és akkor ez a rész néz hot rod felé, és így tudja tartani. Nagyon-nagyon szép, tényleg nagyon szép ez a kék kristályos, és gumiból vannak ezek az effektek, tehát nem könnyen törnek. És akkor még kapott kettő darab pisztolyt, amik szintén eltérnek egymástól, tehát nem teljesen egyformák, de ez így volt a képregényben is, és a mesében is kicsit más a két pisztoly. Mutatom így is, hogy összetudjátok hasonlítani. Amikre egyébként jól csatlakoztatható, legalábbis őre egész jól rá lehet rakni ezt a lövés effektet. Aminek foglalkozunk, ezzel nézzük a sajátjával. Ezzel a kék lézerrel. Vagyis hát ez kék lángcsík, ahogy a nitró megszínezi elvileg a kicsapó lángokat. Szóval szép, nagyon-nagyon szép. Tehát nagyon sok mindent adtak hozzá, igazából amit nem adtak hozzá is kellett volna egy bevásárlókocsi, amiben húzhatja maga után, mert ezt a sok dolgot felpakolni szinte lehetetlen a figurára. Tehát a lángeffektek azok még fainul. Nézzétek, milyen baromi jól néznek ki fölcsatlakoztatva. Tehát mintha tényleg a kipufogóból kicsapna a láng. És itt kezdődnek a problémák, hogy felrakjuk rá a lőfegyvereket. Azt pedig úgy tudjuk, hogy itt van a tetején kettő lyuk, és a két fegyver oldalán kiálló kis szárnyocskákat ide föl tudjuk rakni. Ez persze mellékes, hogyha lehetne, akkor se lehetne így ezektől kinyitni a sofőrkabint, de jó, lehet őket ide. Illetve, és ezért elcsúfították ezt a szép motort ezzel a két lyukkal, hogy még ide az elejére is föl tudjuk rakni. És akkor a körfű részen található szintén mind a két oldalán két rögzítő nyílás. Ezzel így össze tudjuk fogni a két pisztolyt. Remélem jól látszik, és akkor ezt így az elejére föl lehet rakni. Hát így most már nem hot rod, hanem Mad Max-es kezd lenni, nem körfűrés sugárágyuk a tetején. Viszont a Matrixot, az sehova. Tehát lehet fantáziálni esetleg róla, hogy mondjuk így hátra fölakasztom, mint egy plusz effekt, de ez csak fantázia marad, mert nem maradott. Tehát elvileg így lehet a karakterre fölrakni a fegyverzetét. Na ez az, amit én többet nem fogok megcsinálni, tehát ez nekem így nagyon nem tetszik. Esetlegesen, ha a fegyvereit rá akarjuk rakni, ez megint saját gondolat, de itt található kettő bevágás. És nem azt mondom, hogy így annyira szuperül néz ki, de ugyanazokkal az oldalán található kiállásokkal így föl lehet rakni hot rodra a két lőfegyverét. Nekem még így adja a legjobban. Persze hát nem muszáj rárakni, lehet a zsebünkbe hordani őket, vagy vitrénbe mellé rakni a polcra, de adtak hozzá rendesen, tehát ezzel, nem is tudom, a nyugati aluljáróban nyithatna egy bazárt a karakter. De nem baj, tartsák meg a jó szokásaikat, klasszak ezek a kiegészítők különben.
Hát nagyon jól gurul. Neki is attól függetlenül egy kicsit rejtve van a kereke. Fainul gurulnak, gurul a karakter. Akkor nézzük meg egy-két korábbi verzióval. Azt hiszem most levesszük a lángefektet, hogy ne zavarjon, az se, de ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik, amit ott... Igazából tényleg minden tetszik, amit hozzáadtak, mert semmi fölösleges, nem adtak, az dolgokat adtak hozzá. Tehát semmi fölöslegeset nem adtak hozzá, csak nem lehet őket tárolni. Nos, az első, ami nagyon nagy vágyam volt, ez a klasszik Hot Rod. Neki egy kicsit megyvörösebb a színe, de egyébként ez is egy eléggé rendben lévő karakter volt. Nála így oldották meg a fegyverzetet, hogy ide az aljára van elrejtve. Ez még abból az időből, amikor kilőtte a rakétákat. Tehát, de egyébként ez is egy ilyen effekt hatású, ez a rakéta egyébként. Megelőzte a korát a figura. Hátulról. Őnál az nem tetszett, hogy csak kettő ilyen kis pici kipufogója van, neki pedig ugye elvileg háromnak kell lennie. Kicsit hosszabb. Előről nézve neki egy kicsit a motorja is talán kidolgozottabb. De mind a kettő rendben van. Ő igazából robotmódban erősebb, mint ő, tehát jobban néz ki, mint ő. Illetve még ennél volt ez a simogassuk az autóbotot, amíg jó lesz neki. Matrica. Na most ezt nem szerettem ezt a dolgot, ezt meg is oldottam azzal, hogy ráragasztottam egy toyhexes matricát ide az elejére. Ezt azért nem szedtem le róla, mert mégiscsak így teljes a figura. Akkor szintén korábbi verzió. Őre azt hittem, hogy ez lesz a tökéletes Hot Rod, tehát sajnos fejmester lett belőle, de egyébként nagyon jól néz ki ő is. Szintén egy kicsit hosszúkásabb, ha így megnézzük a kettőt egymás mellett. Neki már a motorjánál megcsinálták azt, hogy ide be lehet rakni a fegyverzetét, amúgy nagyon szépnek a lámpája, kicsit más a tűz, színezésében ő szintén egy kicsit élénkebb. Hát itt már a felnére nem tellett, hogy egy kis krómot kapjon a belseje, illetve a kipufogót is, amit látjátok, csak egy egyszerű kis szürke műanyagból oldották meg. De a hátulja az nagyon igényes neki. És talán ide is be lehet rakni. De még milyen jó be lehet talán rakni? Aha, be lehet rakni egy ilyen tűzefektet neki. Pedig akkoriban még nem is voltak effektek, amikor ez a figura megjelent. Hát különben nem rossz. Alulról is a kettő. És fejmester, tehát bele lehet ültetni egy kis karaktert, bár Hot Rod soha nem volt fejmester. És akkor Blur-rel. 86-os Blur. Aztán itt van nekünk a Kingdomos RC. Nagyon jó méretben a két autó. Itt van a Siege-es Springer. És akkor az előbbi videómban látott Cap-pal az öreg és a fiatal karakter. Ugye, mester és tanítványa, vagy mester és tanítványa. Hát abszolút jól sikerült. Jó. Az átalakítás, ha megtanulja az ember, akkor megmondom őszintén, nem nehéz. Tehát már úgy ráérzünk. Kezdésképpen itt a körmünkkel beleakasztunk a motorház, vagy a kiálló motorhoz, és így lehajtjuk a motorház tetőt. Ide beférhetne a Matrix, de nem fér be, pedig milyen jó lenne. És itt az első lámpáját kiakasztjuk, majd behajtjuk. Másik oldalt ezt megismételjük. Jó. Egyelőre így hagyhatjuk a gépháztetőt, vagy motorháztetőt. Na most itt, ha a könyök ízületénél megnyomjuk egy kicsit lefele, szinte szétnyílik magától a karakter, és tovább hajtva, így mutatom, pedig
ebbe az állásba állítjuk a kezét. Másik oldalt megint csak, könnyék izulatnál megnyomjuk lefele. Hát most még annyira sikerült, hogy nem is kellett tovább. És felhajtjuk szintén úgy, hogy a másikat. Jó, egyelőre itt tartunk. Most a mezőklét eltakarja a panel, azt kinyitjuk, elfordítjuk úgy, hogy ezek a részei nézzenek előre, és ezt ide becsukjuk. És ez így már tökéletesen támaszza ezt a kis fegyverét, a lézerfegyvert, a kezén van. Másik oldalt szintén kinyitjuk, elfordítjuk, és ide alulra kiállásba belehajtom. Rendben. Most akkor kicsit széthúzom itt hátul a lábait térbe, és kimozgatva a kis rögzítő pontokból óvatosan fölhajtjuk ezt a hátsó szárnyrészt, olyan, mint egy ilyen sellőfarok, és kicsit széjjelebb nyitjuk így a lábait, pont annyira, hogy ezt itt a keréknél megtámaszva, és ez a padlizsán színű az, ami a lábfejenek, így megtartjuk, és kiakad. Ide volt bekapcsolva, és kiakasztottuk. Ilyenkor ezt nézve teljesen el lehet fordítani oldalra, hogy ne zavarjon. Látjuk is már neki a combja felső részét, és egyszerűen lehajtjuk. Hátulról pedig a lábfejét lehajtjuk. Itt tartunk most. És ebből a dupla hajtásos elemből lesz neki a vádlia. Mutatom. Itt körömmel megtámasztom egy kicsit, itt meg ellent tartok. És innen kiakad. Belehajtom hátra a lábába. És elvileg ez nekünk ide fog illeszkedni. Így. Most ez nekem itt nem teljesen patent, ez lehet, hogy csak az én figurámnál van így, a másik lábánál igen. De ez ne szegi a kedveteket, tehát mindegyikbe lehet hiba. A másik oldalt megismételjük. Megtámasztom itt, meg itt ezzel az ujjammal, és megnyomom fölfele. Ilyen egyszerű. Kihajtom a lábát. És ez a mozdulat, amit az előbb csináltam, azt most megismételjük. Lábfejét kihajtottam, és ezt belehajtjuk a vádliába, és ez itt úgy illeszkedik, ahogy kell szerencsére. Na, most ezt a sellőfarkat elfordítom itt teljesen szinte, és lenyomva szétnyílt a figurának a felső teste. Ez valószínűleg a náz átalakítást egy kicsit kimozdult. És kihajtjuk a karakter fejét. És ezt akkor már előre is fordíthatjuk. Hello, Hot Rod! Jó. Akkor más már nincs is hátra, mint ami megmaradt az elejéből, itt a motorházból, azt így elfordítjuk teljesen. És a motorháztetőt, a gépháztetőt, ahogy tetszik, most lecsukjuk, úgy, hogy ide illeszkedjen. Hallottátok, hogy bekattant. Egyet hajtottunk, és most az egészet behajtjuk ide a sofőrfülke üvege mögé. Ez a kettő várizület, ez a szürke rész, ez nagyon szorul nekem. Lehet, hogy idővel, mozgatással, átalakítással bekopik, de most azt javaslom, hogy az elején az igencsak támasszátok meg, nehogy törjön esetleg az elem. És itt, ami található,
ez a kettő fogadó lyuk, ez a kettő citromsárga kiállás megy bele. Így sikerült is. Most elfordítjuk a karakternek. Előbb is el lehetett volna persze, de hogy az eleje legyen elől a lábainak is. És ezt a hátsó sellő farkat pedig ide fölhajtjuk. Itt a piros kiálló, és itt a fogadó lyuk. Így. Egy kicsit lazábbra állítjuk így a kezeit. Bokába szemléltetem is, hogy mozgatható. Egyik ezt mindig elfelejtem, de általában ezeknek a figuráknak a sarkánál van egy effekt csatlakozási pont. Tehát, hogy lehessen őket úgy beállítani, mintha repülnének. Mondjuk azok inkább a repülős karaktereknél lényegesebbek. És akkor itt lenne előttünk Hot Rod. Vagy Nagy Ágyú. Magyarul úgy fordították annak idején a képregénybe. Hát szerintem nagyon, nagyon, nagyon. Na, hát nézzük meg alaposan. Gyönyörű szép a arca neki, tehát mintha a meséből élet volna föl. Tetszik ez az orosz nyakú vár rész, ezt is nagyon jól megcsinálták. Eltűnt innen a motorja, az eddigi Hot Rodaimnál mindig itt maradt a motor. Tehát ugye ezzel a mű motorháztetővel, mert az igazi motorháztetővel tökéletesen megoldották a mellkasát. Ugye a karján itt vannak ezek az ágyuk, és gyakorlatilag hátul található neki még itt kettő pont, a vádlián. Erre most dönthetünk, hogyha akarunk, hogy mondjuk effektet csatlakoztatunk, mert azzal is kompatibilis, vagy pedig ugye a fegyverzetét is föl lehet neki rakni a vádliára, de hát senki nem hordaná szerintem itt így a fegyverét. Itt található még ez a talapzatrögzítési pont, ugye, ami talapzatot beszéltünk, hogy nem adnak hozzá. Na, hát gyönyörűen néz ki, tehát megvalósításra is hátulosa egy fölösleges kiálló elem. Tetszik a fejénél ez a kis ezüstös rész, hát a szemei is nagyon jók lettek az egész. Tehát ez a ágyék takaró rész is nagyon ötletesen van megoldva, mert nem fölhajlik, mint mondjuk Starscream-nál vagy a legtöbb figuránál, hanem már az is maga a láb elemnek a része, és így nem akadályozza a mozgatásba. Nem kell az, hogy külön fölhajtod, és utána hajtod a lábát. Nagyon oda tették magukat a srácok tényleg ezúttal. Maga áramvonalas, tehát hogy nem egy egyenes, mint mondjuk a kápnak a végtagjai, hanem azért vannak benne kis göcsörtök. Tehát nézzük a karakternek az extrait, mert van neki az is. Ezt nem szoktam neki mondani. Hát amitől először lehidaltam, amikor megláttam az első képeket a karakterről, az a következő lehetőség, ugye volt az a rész, amikor Hot Rod messzire akart nézni, és akkor lejött neki egy ilyen távcső plexi a szem elé, és úgy vizsgálta a űrhajót, ami sérült volt. Na már most ezt úgy csináljuk, hogy itt a homlokát fölhajtjuk, és nem a műtétet fogunk rajta végrehajtani, hanem itt ezt a kis kék pöcköt kihajtjuk, mert ez lesz bizony az a szemüveg. És így visszahajtjuk. Tehát azért ez nagyon igényes, hogy erre gondoltak, tényleg az, hogy ő a távolba akar látni a karakter, ezt megoldották. És ez nem egy master replika, ez gyakorlatilag egy itthon is megvásárolható, viszonylag jó áron figura. Most ezt visszahajtjuk. De gondoltak erre, és köszönöm szépen, Hasbro. Csak figyeljetek, hogy teljesen nyomjátok le a szemüveget. Akkor, itt még nincs vége az okosságoknak. A következő, ezt a kezét föl lehet hajtani. Tehát a jobb kezéről beszélünk. Lehajtjuk, és elfordítjuk körbe. Visszahajtjuk. És aki látta a nagy filmet, az már szerintem tudni fogja, hogy miről van szó. Tehát igen, Hot Rodnak átalakult a keze azzá a hegesztővé, amivel ugye javítgatta a kápót, miután az óriás polip széttételtét a lábát, kezét. Ezzel oldották meg. Nem olyan nagy, mint amit Blurhöz adtak, de ez nekem jobban tetszik, hogy maga a kéz alakulát, nem pedig egy plusz kiegészítő. Mondjuk így is adtak nem keveset a karakterhez. Tehát azért nem haragszunk, hogy adnak. És ami indokolja a karakter esetében,
hogy az ujjait lehet nyitni, mert ezeknek a kisebb méretűeknek ugye nem nagyon szokták hagyni, hogy lehessen. Az pedig abból az apropóból, hogy a Matrixot bele lehet rakni neki a kezébe. Így szépen beleakasszuk ezt a kis fület a hüvelyik ujját oda, a másik hüvelyik ujját így, és az erő az övé. Tehát ahogy nyitja a Matrixot. Szóval most ha a polcra be akarjátok rakni, kell lennél több? Tehát ez, hogy Hot Rod így áll és tartja a Matrixot. Ha lehet, feje fölé is hajtani neki. Tehát... Csak az a vállizület, amit mondtam nektek, az a szürke, amit mutattam, az szorul. De most így, tehát ez hibátlan tud lenni. Nem mondom, hogy olyan nagyon stabilan fogja, de annyira, amennyire kell fogja, és bizony, itt van a Hot Rod a kezében a Matrix-szal. És akkor másik kiegészítő csatlakozási lehetőség. Most nézzük a bal kezet. Lenyitottuk a alkarrészt. Kifordítjuk. Megfordítjuk a kezet, és úgy, hogy ez a szürke csatlakozó legyen előre fele. És akkor ez a körfűrész, ez így csatlakozik ide föl. Ugye megint csak a óriás poléppal való harcba alakult át neki a keze ezzel a körfűrésszel, ennek forog a pengéje, szintén igényes, és hát itt is egy ilyen kis apró rovátkák, látjátok, ilyen minták, mintha a sebességet imitálná, hogy forog. Szerintem ez is nagyon rendben van, és egy klassz kiegészítő hozzá. Gyerekkorunkban csak álmodni mertünk volna ilyen figuráról. Tehát tényleg, hogy ennyire gondoltak mindenre. A kék lángnyelveket ugye ebben a módban is fel lehet rá rakni. És akkor már olyan, mintha tüzet szórna ezekből a kezén található ágyukból. Illetve a pisztolyait is tökéletesen meg tudja fogni a kiválasztott. És ahogy mutattam nektek, az előbb lehet csatlakoztatni a pisztolyra a lövéseffektet. Mind a kettőre. Amire a saját effektjei is megfelelnek. Jó. Tehát igazából úgy néz ki robotként, úgy néz ki autóként, ahogy kell. Mozgathatóság szempontjából karakter jó. Tehát mutatom a fejet. Ennyire engedi jobbra, ennyire engedi balra. Itt igazából egy kicsit ebbe a sárga részbe megütközik, de szerintem ez nem zavaró, nem baj, nem lehet teljesen körbeforgatni egy karakter fejét, föl le. A vállát azt így föl lehet hajtani idáig. És mondom, ez a szürke ízület, ez az, ami nekem egy kicsit nagyon patentra sikerült. Ezzel vigyázzatok, érdemes itt megtámasztani egy kicsit hüvelyik ujjal és úgy mozdítani. És akkor így föl lehet hajtani. Könnyékbe szintén hajlik a karakter. Szerintem ez jó kielégítő, jobbra-balra mozgatni neki a könnyékizületet, az is rendben van. Csuklóját szintén lehet mozgatni, ami a Matrix fogása szempontjából nem utolsó dolog. Spárga. És a térde kapott egy dupla hajtásos izületet, ami szintén nagyon jó, mert egészen be lehet hajtani a karakter lábát, illetve még így is lehet mozgatni itt a csípőnél, ahogy csatlakozik az izület. Szóval, hogyha be akarjuk állítani egy hőspózba, akkor nem lehetetlen. Csak óvatosan vele itt ezzel a várrésszel. És akkor
Nézzük a karaktert egy-két korábbi verzióval. Ugye itt van a klasszik Hot Roddal összehasonlítva, tehát ahogy mondtam, neki nem lehetett elrejteni a motorját. Ott van a mellkasán, ezt nagyon jól megcsináltátok. Nála próbálkoztak ezzel a körfűrészes kézzel, illetve itt a keze alul jön ki, ez akar lenni. Ez be az a királyság, hogy el lehet rejteni. Viszont ennek az volt az ára, hogy pici, és nem igazán adja vissza azt, amire való. Illetve maga a figura is elég alacsony lett, tehát ez jobb lett méretre is. Oldalról. Úristen, tehát... Hát igen, itt azért látszik, de a két figura között közel majdnem 20 év van. Ez nem kevés. Jó. Akkor itt van a legutóbbi megjelenítése. Elég klassz lett ez a Hot Rod. Hát a fegyvere az magáért beszél, de ez igazából szinte az összes fejmester fegyverre igaz. Kicsit hasonlít az IDW-s Hot Rodra. Ez szerintem ez jobban visszaadja azt a karaktert. De hát döntsétek el, hogy kinek melyik tetszik jobban. Hátulról. Ezzel is úgy voltam, meg voltam győződve róla, hogy fú, hát ez baromi jól néz ki, amíg meg nem láttam ezt. Jó. És akkor megpróbálom úgy visszaállítani a kezeit. Nagyon mátrixos tartásosan. Mert ez nekem nagyon tetszik. És akkor rakjuk ide a csapatába tartozó karaktereket, Springer, Cap, Cap. Alakul azért a banda. Arsika. És a szélvész Blur. Na, szerintetek ez nagyon jól néz ki, tehát összességében nézve, srácok, ez egy nagyon jól sikerült megvalósítás a Hot Rod karakterének. Tetszik az automódja, nem túl bonyolult átalakítani, és robotként is tökéletesen néz ki. Klassz kiegészítők járnak hozzá, kár, hogy nem lehet őket elrejteni. Gyűjtőknek és rajongóknak kötelező, a játékra csak óvatosan nagyon szorul az a válizület, amit mutattam nektek. Szerencsére itthon is megvásárolható, olyan 13 ezer forint körül van, tehát szerintem annyira nem vészes. És akkor nézzük, hogy mit illik tudni Hot Rodról. Akkor mit illik tudni Hotrodról, vagy Nagy Ágyúról? Frakciója, Autobot, rendeltetése szakaszparancsok. Természete elég önfejű és elég makacs, de azért Capra hallgat. Hát Capra szokott hallgatni. Optimusra példaképként tekint, és folyamatos bizonyítási vágyban benne. Gyengéd érzelmeket táplál Arcee iránt, valószínűleg ez miatt Springerrel folyton rivalizálnak is, de ezért jó barátok, és kiállnak egymásért, hogyha úgy alakul. Fegyverzete és különleges kiegészítője, ugye? Tehát igazából őt a fegyverzete és a különleges kiegészítője igazi szuperhősé teszi, úgy veszük az autobotok között. Ugye ez a vágókéz, ez a távcső, tehát ez nem minden alapváltónál alap, ő neki ez saját tulajdonsága, vagy saját egyedisége, mondhatjuk úgy. És úgy gondolom, hogy kett csinálónak egyébként ennyi elég lesz a karakterről, lehet, hogy kevésnek tűnik, de a 86-os nagyfilmről nem akarok spoilerezni, és hogyha többet meg szeretnétek róla tudni, akkor javaslom tényleg, hogy nézzétek meg a 86-os nagyfilmet, vagy menjetek fel a hálózsák.hu-ra, olvassatok képregényeket, ott ugye van külön reflektorfényben, ami Hot Rodról szól.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, és leköteleznétek, hogy megtisztelnétek vele, hogy feliratkoznátok a csatornára. Látogassátok meg az Instagramot, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!